a felkészülési időszak mintegy lezárásaként a megyei Magyar Kupában tétmérkőzésen is bemutatkozhatott a török Szent Miklósi FC 2018-2019-es felnőtt csapata az új edző Kinyik György irányításával. A Tószeg elleni mérkőzés 12. percében Szedlák Zoltán góljával szerzett vezetést a TFC, a félidő további részében nem született gól, így 0-1-es állásnál cseréltek térfelet a csapatok. A második játékrészben Kis Balázs góljával kiegyenlítettek a hazaiak az 57. perctől 1-1. A rendes játékidőben több gólt nem láthattak a nézők, így büntetők döntöttek a továbbjutás kérdéséről. A hazaiak közül hárman is betaláltak, míg a miklósi csapatból csak Gusztafik értékesítette a 11-est, így 1-1-es döntetlen után büntetőkkel a Tószeg csapata jutott a következő fordulóba. Talán túl könnyedén is sikerült nyernünk egy-egy felkészülési mérkőzésen. És igen, ez a mai nap ez sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Azt gondolom, hogy az első pár perc az nem úgy sikerült, ahogy terveztük volna, de utána rendeztük a sorainkat, és az első félidő teljesen rendben is volt. Én azt gondolom, hogy nagyjából a pályán az történt, amit mi akartunk. Vezettünk is 1-0-ra. Inkább volt a meccs képében az, hogy mi szerezzük meg a második gólt, és én azt gondolom, hogy azzal talán meg is nyertük volna, azzal el is dőlt volna ez a párharc, sajnos az nem sikerült, és a második félidőt azt valamiért nem jól kezdtük, és amikor az ellenfél kiegyenlített, onnastól kezdve így a felállt védelem ellen én úgy érzem, hogy egy kicsit bajba voltunk, nem voltunk elég kreatívak, talán kicsit kapkodtunk is, tehát nem azt játszottuk, amit kellett volna sajnos. Hogy látod, az új játékosok igazolásával összeállt-e már a csapat valamennyire? Mennyire volt elégedett a játékkal? Hát a mai napon 4 új játékos is a kezdőben kapott helyet, ezt is ugye szoknunk kell, még alkalmazkodnunk kell, ugye nekik is a mi játékunkhoz, meg ugye nekünk is meg kell találni az ő helyüket. Én azt gondolom, hogy az egész csapat játszott úgy az első félidőben, hogy játszott, és sajnos a másodikban is, ahogy játszottunk sajnos. Ugye 11-es rugásokkal dőlt a továbbjutás sorsa, nem lőttük jól a büntetőket. Hát igen, ez a 11-es rugás, ez általában már ilyenkor ilyen lutri. Hát és igen, pedig az idősebb rutinos játékosok vállalták, meg örültem is nekik, hogy ők állnak a labda mögé. És sajnos az első hármat ki is hagytuk, egyedül a Petinek, Gusztafik Petinek sikerült betalálnia, és ugye az ellenfél meg berugdosta, és sajnos így kiestünk a kupából. Ugye a bajnokság lebonyolításával kapcsolatban történt változások miatt kaptatok még néhány hetet a bajnoki rajtig. Mivel fog ezt telni? Lesznek-e felkészülési mérkőzések még a bajnokság kezdetéig? Igen, ez valamilyen szinten jó is talán nekünk, vagy én legalábbis örülök neki, mert így hazai pályán kezdhetünk. Én ennek egy kicsit jobban örülök, annak a plusz időnek is örülök, mivel hogy így ennyi új játékos van. Ugye így ezen dolgozunk, hogy ők még jobban beilleszkedjenek a csapatba, és igen, szeretnék még így egy felkészülési mérkőzést. Ugye úgy volt, hogyha a kupába tovább jutunk, akkor lesz még egy kupaforduló hétvégén. Így, hogy most nem jutottunk tovább, így én tervezek még egy edzőmérkőzést a hét végére mindenféleképp. A megyei labdarúgó szövetség döntése alapján az első bajnoki fordulót elhalasztották, így bajnoki mérkőzésen első alkalommal hazai pályán játszik a TFC felnőtt csapata a Jászárokszállás ellen augusztus 18-án 17 órától.